Szép jó estét kívánok! 7 óra van, és ha 7 óra van, akkor én általában itt vagyok. Ma is megérkeztem meglepetés vendégemmel, Jeszenszky Géza volt külügyminiszterrel, aki volt nagykövet is, de igazából ő egy történész. Jeszenszky Gézával nagyon sok érdekesről fogunk beszélni, fogunk arról beszélni, hogy milyen is lett az első Antal kormánynak a külügyminisztere lenni, milyen volt olyan külügyminiszternek lenni, aki fölvette a kapcsolatokat a zsidó állammal, el is látogatott oda, na meg Oszlóba is volt nagykövet, és egy szép napon azt mondta, hogy köszönöm fiúk, ebből elég ennyi, és hazatért, és azóta otthon dolgozó szobába könyveket ír, és köszöni, jól van, akkor már is kezdjünk bele. Géza, tegeződni fogunk, hisz valamikor mi elkezdtünk tegeződni. Éppen Izraelben. Éppen Izraelben, valahol fönn a Golán fennsíkon, de mielőtt erre térnénk, meséld el légy szíves a nézőknek, hogy hogy jött ez az ötlet, hogy történészből külügyminiszterré avanzsáltál? Igen, hát én szoktam mondani, hogy ha a kommunizmus nem lett volna Magyarországon, akkor sem lettem volna külügyminiszter, mert akkor egy történész pályát futottam volna be, talán eljutottam volna a Tudományos Akadémia tagságához, több könyvet írtam volna, így írtam könyveket, de hát többet írtam volna, és ez volt az én célom, életcélom, tanítani, tanítottam általános középiskolában, és aztán 1976-tól 10 évvel a diplomám megszerzése után az akkori Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen. Na most ebből fakad azért végül is az én miniszterségem, mert én mindig a külpolitika iránt érdeklődtem, a nemzetközi kapcsolatok történetét oktattam, és nem voltam párttag, aki 56-ban volt, lett 15 éves, mint én, és tanúja volt mindennek, egy szerény részvevője, le is lőhettek volna, mert belenéztem az orosz gépfegyver puskacsövébe, úgyhogy annál a kísértésnek könnyebb volt ellenállni. Elfogadtam azt, hogy egy rosszabbul fizetett, de azért a 70-es, 80-as évektől már a pártagság nélkül is lehetett tudományos karriert befutni. Persze, ha a kommunizmus megmaradt volna, akkor sem lehettem volna külügyminiszter, nem csak a pártagság hiánya miatt, mert ugye nem azonosultam ezzel a rendszerrel, sőt, hát ahol lehetett, az igazságot próbáltam elmondani. Az általad vélt igazságot. Az általam vélt igazságot, valóban ugye ezen, ez mindig relatív. Mint idegenvezető sok külföldivel találkoztam, ha valakiben azt láttam, hogy nagyon tévesen ítéli meg kedvezően a Kádár rendszert, akkor igyekeztem felvilágosítani, és a legfontosabb talán az volt, hogy számomra is meglepetés módon, mikor Magyarország csatlakozott az amerikai Fulbright szenátorról elnevezett ösztöndíj programhoz, és abban a tanári mondjuk ösztöndíjak lehetősége megnyílt, én Santa Barbarába, a Kalifornia Egyetemre pályázva kaptam egy egyéves tanári ösztöndíjat, és akkor el kellett döntenem, hogy az amerikai közönségnek, az amerikai diákoknak is, hogy beszélek Magyarországról. Itt Magyarországon megtehettem azt, hogy én 1945-ig tanítottam a történelmet, világpolitikát, de Amerikában erre nem volt mód, mert arra is voltak kíváncsiak, hogy Közép-Európa, az akkori szóhasználattal Kelet-Európa, mi történt itt az első világháború óta. Úgyhogy én elmondtam, hogy itt három, tehát ránk erőltették a kommunizmust az egész tömbre, és három kísérlet volt megszabadulni ettől. Egyik volt az 56-os magyar, a 68-as prágai tavasz, és hát a lengyelek állandóan, de különösen a szolidaritást. Tehát én nekem el kellett döntenem, hogy a következményekkel is esetleg számolva, én csak az igazat mondom, legalábbis a meggyőződésem szerint. Na most, hogy lettem? De ezt követed azóta is. Ezt azóta is, igen. Hát ő... Így neveltek otthon. Így neveltek meg, igen, igen. Azt is mondhatom, hogy én evangélikus vallású vagyok, és az evangélikusság is mindig egy középutas és az igazságot követő és kereső vallás volt. Tudjuk, hogy az evangélikus gimnázium a Fasorban ki mindenkit adott az emberiségnek, a magyar Nobel-díjasokat. Ebből jön a te filoszemitizmusod is? Biztos, hogy szerepet játszik ebben, de én azt gondolom, hogy ez nem is egyszerűen, hát én úgy mondanám, hogy az antiszemitizmus ellenfele vagyok. Minden, mondjuk minden kirekesztés és minden igazságtalanság ellenfele, és hát ha már erről tartunk egy szó erejéig, mint történész tapasztaltam, olvastam és tanulmányoztam azt a kort, amikor a
zsidóságnak egy jelentős része Magyarországon otthon talált, és meggyőződésem, hogy ez volt a legsikeresebb asszimiláció 1914-ig, vagy 18-ig, hiszen hát a zsidó katonák, tisztek és közlegények kiállt, rendkívül hősiesen harcoltak a világháborúban, mert akkor még nem volt ugye Izrael állam, Izrael egy utópia volt, ugye az is Budapesten született, mint tudjuk, vagy legalábbis nagy részt, de én azt látom, hogy a Magyarország magyarrá vált zsidóknak mi mindent köszönhet ez az ország. Nem csak a dualizmus gazdasági fellendülése, amikor az a korszak volt, amikor leginkább közeledtünk a világ élvonalához, de kultúrában, tudományban, és hát ezért is tartom a 20. századi magyar történelem legnagyobb tragédiájának azt, hogy magyar bűnös magyarok közreműködésével egy jó félmillió magyar zsidót megöltek, meggyilkoltak, és ez egy olyan vérveszteség, amely azóta is hát érezteti hatását, nem utolsó sorban a Trianonban elvett területeken, ahol a magyar zsidóság volt a kultúra fő támogatója, és hát még ma is az elszármazottak, vagy az ott maradtak, de még az Izraelbe letelepedettek is a magyar nyelvet ismerik, őrzik, továbbadják. És ha már Trianonnál vagyunk, akkor egy pillanatra álljunk meg, és beszéljünk a könyvedről, aminek a címébe is megtalálható Trianon. Mi is ez a könyv? Igen, kísérlet a trianoni trauma orvoslására, ezt a talán hangzatos címet adtam a könyvnek, és a tudományosnak hangzó címe Magyarország szomszédsági politikája a rendszerváltozás éveiben, tehát így néz ki. Ez az én külügyminiszteri működésem előtt kezdődik, tulajdonképpen azt, hogy a rendszerváltozás ugye is már 88-ban kezdődött, mondhatjuk. Ez is az én történészi és politikusi pályámnak egyfajta magyarázata. Tehát gyermekkoromtól fogva tudtam azt, hogy Magyarországgal egy igazságtalan békét irattak alá, és négy nagyszülőm közül három a mai Magyarország területén kívül született, magyar tudatuként, anyai nagyanyám az félig erdélyi szász. Úgyhogy, tehát bizonyos értelemben ez egy családi élmény volt. Apám pedig még maga is Nagyszent Miklóson, a ma Romániához tartozó bánsági kisvárosban született. Tehát én gyerekkoromtól bizonyos szempontból Trianonban éltem, és történészként is kezdettől fogva egyik célom az volt annak a vizsgálata, hogy kaphattunk egy ilyen igazságtalan békeszerződést. Miért kerültünk be az első világháborúba, miért lett ez a békeszerződés, és ami elvezetett sajnos a szörnyű második világháborúba. Na most a könyvemben viszont, hát én ezt történészként is írtam, hiszen közel 1000 lábjegyzet van, te is minden állításomat igazolni próbáltam. Ez egy emlékirat és egy történeti elemzés keveréke, tulajdonképpen arról szól, hogy hát a határon túli magyarok ügye és a szomszédsági politika, a jó szomszédság igénye, ez mennyire jelen volt, mennyire meghatározta a rendszerváltozás gondolkodását, és mennyire meghatározta az Antal kormány politikáját. Mielőtt az Antal kormányhoz kanyarodnánk, mennyire látod, hogy mennyire van rendben a mi emlékezés politikánk, illetve a határon túli, mondjuk úgy, a történelmi Magyarország lakóival való kapcsolataink? Hát semmiképpen sincs rendben. Igazából véve, én nem mondom azt, hogy soha nem lehet ezt rendbe hozni, megvan a koncepcióm, hogy, és meg is volt a koncepcióm, hogy kellene ezt rendbe hozni, de mindig kettőn áll a vásár. Magyarországon, a magyar társadalom mondjuk magatartásán, és hát döntő mértékben a szomszédaink magatartásán. Na most, tehát Trianon az, szoktuk mondani, hogy az egy be nem gyógyuló seb. De tudjuk azt, hogy az orvostudományból is, hogy a sebek azért begyógyíthatók, és be is gyógyulnak, ha nem piszkálják őket, ha nem szakítják újra föl. És sajnos ugye az a türelmetlenség, ami csalódásunkra, de 90 óta sem szűnt meg a szomszédságunkban, mondjuk manapság Romániában milyen magyar ellenes intézkedés sorozat van, ez, ami újra és újra föltépő a sebet. Tehát nem arról van szó, hogy Magyarország nem tudott ebbe beletörődni. Ha a határon túli magyarok jogbiztonságban élnének, és magyarként élnének, ahogy mondjuk Dél-Tirolban a németek vagy osztrákok élnek, ahogy Schleswig, Dánia és Németország határvidékén mind a két
területen, tehát a határ mindkét oldalán két nyelvűség van, és hát van sok más példa, akkor ez a seb begyógyulna, akkor is egy fájó emlék lenne, mondjuk az, hogy Erdély az nem Magyarország része, de ha az erdélyi magyarok magyarként élhetnének, akkor ez elfogadható lenne. Hát erről írt szólt a könyvem is. A könyvet ajánlom mindenkinek, hogy lapozgassa, és nem csak egy tudományosan, hanem egy tényszerű könyv, amiből sok mindent meg lehet tanulni, és lehet, hogy átértékeli a kedves olvasó majd a világnézetét, illetve másképp fog a problémához hozzáállni. Hogy jutott tudomásodra, hogy a miniszterelnök azt szeretné, hogy te legyél a külügyminisztere? Hát ez is elég hosszú történet, és én... Antal József, fiatal, ifjú Antal József miniszterelnökre gondolom. Igen, igen. Hát 1957-ben a Tóthi gimnáziumban, márciusban egy új tanár érkezett. Megtudtuk hamar, vagy talán az ő szavaiból is, hogy az Eötvös gimnáziumból helyezték át, ő ott a forradalmi bizottság vezetője volt, elnöke volt, és egyfajta büntetés volt. Hát számunkra óriási ajándék volt, mondhatom ezt. Ő pillanatok alatt minden diákját megnyerte, és mi olyan szerencsések voltunk, hogy a osztályfőnökünk lett 57 őszétől. Tehát én 15 éves korom óta ismerem Antal Józsefet, és azt hiszem, hogy büszkén mondhatom, hogy meghatározta az én már létező, mondjuk történelmi szemléletemet is kiteljesítette, és a politikai szemléletemet. Na most ő minden diákjával fenntartotta a kapcsolatot, aki ezt igényelte. Én abban a szerencsés helyzetbe kerültem, hogy 1964-ben, amikor már angol szakos egyetemi hallgató voltam, és éppen visszatértem első nyugat-európai, főleg angliai autostoppos és utamról, megkért, hogy a unokahúgát, nővérének a leányát tanítsam angolra. Ez volt 64-ben, és 1967-ben a 18 éves serdült leányt feleségül vettem. No, de hát nem azért vettem feleségül, hogy majd miniszter csináljon belőlem, mondta a József. Álljunk meg egy pillanatra. Azon kívül, hogy osztályfőnök volt, milyen tárgyat oktatott, történelmet? Történelmet és magyar irodalmat tanított. Amellett, elég ritka párosítás. Igen, nem hát ugye történelmi magyar szak az elég gyakori, de az, hogy valaki ennyire mondjuk behatóan és érzelemgazdagon tudja előadni ezt a két tantárgyat, abban benne volt az is, hogy persze minket olvasásra késztetett. Csak egy példát mondanék, hogy nagy táskával járt az iskolába. A táska tele volt saját könyveivel, és nem félve, hogy azt nem adják vissza, kiadta a diákoknak különböző témákhoz, nem csak a történelmi szakkörnek a diákjai, hanem egy-egy felelet után mondta mondjuk a felelőnek, hogy hát erről olvashatni, erről ebben a könyvben, és felajánlotta, hogy ezt kölcsön adja. Tehát ösztönzött bennünket egyrészt az elmélyült tanulásra, másrészt pedig ösztönzött a politikai viselkedésre is. Egy jellemző tulajdonsága, vagy egyik a sok közül, hogy bármiféle fegyelműgy vagy vita ügy az osztálytársak között, vagy a tanulmányi nyunkkal kapcsolatban mindig azt mondta, hogy alakítsanak egy bizottságot. Egyébként a diákokat magázta, mert azt mondta, hogy hát egy oldalú tegezés az nem helyes, és urazta. Hát ez lehet, hogy kicsit el is turozta, de megbecsült bennünket, és ez nagyon imponálta a diákoknak, és ezek a bizottságok, meg néha a bizottságokon belül, ezek arra tanítottak, hogy a jelenségeket vizsgáljuk meg több oldalról, és magunk alakítsuk ki viták alapján az álláspontunkat. Ezt egy országban próbálta meg végrehajtani 1990 után. Amikor, mint tanár ismertelő, akkor is már ilyen körmondatai voltak neki, vagy akkor még rövidebben beszélt? Hát és mindjárt mondom, hogy miért kérdezem. Igen, én azt hiszem, hogy semmiképpen sem úgy emlékszem én, meg az osztálytársaim, hogy őt nehéz lett volna követni. Ő neki hihetetlen felelősségérzetet jelentett az, hogy az ország miniszterelnöke. Ugyan mondják, és én azt hiszem, hogy ez jogos, hogy ő készült erre a pályára, pontosabban serdülő diákként, akkor, mikor még 45-47 között nem dőlt el teljesen, hogy az ország kommunista lesz, ugye ő 32-ben született, tehát a legfogékonyabb korban volt, akkor ugye apja a Közgazdapárt újjáépítési minisztere volt,
a lakásukban, ami ma a mi lakásunk, kormányülések voltak, politikusok járták, adták egymásnak a kilincset. Egyébként 56-ban is így volt. Idősebb Antal Józsefről beszélünk. Igen, tehát idősebb Antal. Akinek a Yad Vashem-be a Soá, a holokaszt megörökítésének múzeumában Jeruzsálemben egy emlékfala van, hisz nagyon sok zsidót megmentett. Igen, ugye a második világháborúban, mint a lengyel és más menekültek ellátásáért, úgymond szociális ellátásáért felelős, természetesen a zsidó származású lengyeleket is nem csak hogy fogadta, hanem hát ellátta hamis papírokkal, nagyon előrelátó módon, és hát ő egy hihetetlen humanista felfogású ember volt, úgyhogy azt hiszem, hogy a sok más méltó kitüntetett mellett ő is joggal kapta meg ezt az elismerést. És hát a családja ezt osztotta, a fiát is ebben a szellemben nevelte, úgyhogy fia lett volna, biztos, hogy politikus lett volna, és hamarabb lett volna miniszterelnök, ha Magyarországon nincs kommunizmus. De visszatérve arra, hogy az ő beszédstílusa, tehát az országot kivezetni egy 40, több mint 40 éves diktatúrából, visszavezetni a demokráciába, a piacgazdaságba, ez egy nem csak hogy hihetetlen nehéz feladat volt, hanem ez egy nagy felelősséggel járó volt, és Antal József nem a televízió embere volt, ő nem, talán azért is, mert ő a felelősség nyomasztotta is, de a magánéletben, vagy akár az iskolában, de még azt mondhatom, hogy egy népgyűlésen is egészen sokkal könnyedebb volt. Úgyhogy én azt hiszem, hogy ha ő hamarabb kerül a politikába, akkor talán az a közérthetőség is érthetőbb lett volna, vagy jellemzőbb lett volna. Akkor most privatizáljunk pár mondat erejéig. Azért kérdeztem a körmondatot, mert nekem megadatott, ami kevés embernek adatott meg, egy politikai truvá is volt, hogy egyszer az Antal kontra Samir tárgyalásoknak lehettem a szinkron tolmácsa, ami nagyon érdekesen kezdődött, bemutattak miniszterelnök úrnak, akkor én éppen egy nem kívánatos személy voltam Magyarországon, tehát így érdekes volt, hogy az újjáalakult a rendszerváltozás utáni első kormány miniszterelnökének viszont eléggé megbízható voltam, hogy a négy szem közti megbeszéléseket az izraeli miniszterelnökkel folytassam, illetve tolmácsoljam szinkronba, és nagyon érdekes volt, hisz mindenkinek általában van egy tolmácsa, de közös nevezőre jutottak, és mind a kettő megbízott benne, és így kezdődött a beszélgetés. Samir miniszterelnök úrral már dolgoztam, Antal miniszterelnököt pár órával előtte ismertem meg, az ajtók bezárultak, megkezdődött a négy szem közti, persze azért ott voltak tanácsadók, megbeszélések, ami magyarul és héberül folyt, és én az első percben lefagytam, hisz ugyan fölfogtam az üdvözléseknél, nem volt semmi probléma, de Antal miniszterelnök úr elkezdett egy mondatot, ami innét nagyon sokáig tartott, és akkor mondtam neki egy ilyet, Samir rám nézett, hogy talán valami baj van, és mondtam, miniszterelnök úr, próbáljon meg írásjeleket használni, rövid tömondatokban, mert ez így nekem nem fog menni. Rám nézett, és mondta, hogy rendben van, uram, akkor leurazott, és tényleg sikerült neki a Samir tárgyalás alatt. A végére egészen összebarátkoztunk, és távozása után három nappal megállt egy autó az irodám előtt, és egy hatalmas láda porcelánt hozott, hogy ezt ő küldte nekem ajándékba, mert annyira meg volt elégedve. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog, hisz nem jellemző, hogy utána a tolmácsnak ajándékot küldünk, de ő ezzel akarta értékelni az utána eltöltött időt. Érdemes megjegyezni, nem lehet erről az időről beszélni, ha nem mondjuk azt, hogy a Magyarországról elszármazottak, a magyar zsidók szinte zokogtak, és mindegy szent vették körül, és ugye megtörtént az, hogy a Dán Tel Avivba a hatalmas konferenciateremben, ahova közel 3000 látogató fér be egyszerre, ott volt a magyar miniszterelnök, nemzetközi sajtótájékoztatót tartott, majd utána, még a hangom is elakad, azokkal a magyarokkal találkozott, akiket a korábbi Magyarország nem akart.
Ennyi a privatizációról, mármint az én privát privatizációmból. Hozzáteszem, nem tudom, ismertette a Dalmát Ferencet, aki a Ludas. Persze, hogy ismerte. Hát a Dalmát, az neki nagyon jó barátja volt. Ő, amikor Antalt a tanárságtól eltiltották 1959-ben, a Vadász utcai Szabó Ervin könyv, fiókönyvtárban kapott lehetőséget, úgy adta, vette ki a könyveket, és ott volt Dalmát is. Úgyhogy nagyon összebarátkoztak, hát mind a kettő, Antal is, amit nem gondolnak róla, hihetetlen humoros ember volt, irónikus humora volt, és hát Dalmáttal én is. Dalmát, aki egy humorista volt, és a Barillán Egyetem főkönyvtárosa, Izraelben kivándorolt, személyesen jól ismertem, és levelezésüket is ismerem. Akkor kanyarodjunk vissza, hogy is volt az Antal fölhívott telefon, és igen, azt mondta, hogy Gézám, nekem kell egy külügyminiszter. Hát azért nem egészen így volt természetesen, tehát azzal, hogy családtag lettem, még inkább Antal József gondolkodásának ismerője és osztozója voltam. Amellett pedig a pályám, ugye szó volt már arról, hogy a nemzetközi kapcsolatok történetét oktattam, azután ezt Amerikában tanítottam, tehát amikor a Magyar Demokrata Fórumnak együtt tettünk alapító tagjai, ugyanis a fórum 1988. szeptember 3-án alakult meg, a lakitelek, ez is lakiteleken történt, de egy évvel korábban az még egy tág beszélgetési alkalom volt csupán, tehát én egyébként nem Antal révén kerültem a fórumba, önálló döntés volt, más barátaim hívtak meg még az első lakitelki találkozóra. Tehát Antal József ugye 1989. októberében lett az MDF elnöke, a nyári kerekasztal tárgyalások bemutatták nem csak az ő képességeit, hanem az, hogy itt van egy ember, aki az ország miniszterelnöke lehet, mert voltak itt kitűnő tisztességes emberek, de egyikről sem rít le, hogy egy ország vezetésére igazán alkalmas. Na most az MDF-nek egyre több külpolitikai külügyi kapcsolata volt, ezért jött létre egy külügyi bizottság, és ennek első alapítója vagy szervezője, Jó Rudolf meglepetésre 89 nyarán bejelentette, hogy elfogadott egy franciaországi vendégtanári fölkérést. Én vettem át a külügyi bizottság vezetését, én tárgyaltam újságírókkal, már Magyarországra látogató politikusokkal. Ezzel együtt én nem törekedtem, nem vágytam a külügyminiszteri posztra. Mint történész is tisztában voltam azzal, hogy ez milyen nehéz, felelősségteljes, és én soha nem voltam a rivalda ebbere, pláne még, amik hozzá nem szoktam valamennyire. Ahhoz képest egész megszoktad. Hát hozzá kell, igen, persze az ember alkalmazkodik. Minden esetre, tehát én azt gondoltam, hogy talán egyszer elmennék Washingtonba nagykövetnek, hiszen Amerikát ismerem, Amerikával nagyon jó kapcsolataim voltak emberekkel, de hát azt mondta az igazság, hogy egy külügyminiszternek a már a 90-ben is, ugye angolul jó kell tudnia. Én angol szakosként ezzel rendelkeztem, az MDF-ben nem voltak nagyon angolul beszélők, jól beszélők. Kodolányi Gyura barátom volt még egy szintén angol szakos évfolyamtársam. Ő ugyan költőként volt addig ismert, de ő nem aspirált még annyira sem a politikai vezető szerepel, de ő is az MDF tagja volt, tehát ő aztán Antalnak lett a külpolitikai főtanácsadója. Minden esetre, amikor a kormány a választásokig nem számoltam én sem azzal, hogy ilyen posztot töltsek be, ahogy sok-sok más barátom is úgy volt vele, hogy ez egy értelmiségének egy kötelessége, hogy pláne amikor esély van arra, hogy az ország politikája radikálisan megváltozzon, ehhez hozzá kell járulni. De amikor a MDF megnyerte a választást, a második forduló után gyakorlatilag mindenki, majdnem mindenki azt mondta, hogy igaz, hogy már itt van egy félig kész könyvem, de most ezt félreteszem, és persze nem csak történészekről vagy irodalmárokról volt szó, hanem ígéretes vagy jól alakuló orvosi pályát, állatorvosi pályát, tanári pályát függesztettek fel sokan. Ez tényleg egy olyan... És mentek a parlamentbe a hazaszolgálatába. Ezt még nagyon komolyan vettük így, és ilyen értelemben szerintem ez nagyon demokratikus parlament volt, a sok talán hát nem oda illő, vagy és nem is jól szereplővel, mert ugye a közéleti munka az nem ugyanaz, mint egy akár egy kórházban működni, de mindesetre az, hogy a népet képviselő, a népet ismerő, a munkát, az embereket ismerő, ez a parlament egyedülálló volt ilyen szempontból. Na hát a végül pedig hát az volt, hogy én voltam a
tulajdonképpen a befutó, mert nem egyrészt ugye a történelmi, politikai műveltségem, a tudományos teljesítményem, a megbízhatóságom, aki Antal ismeri. Úgyhogy hát ezt el kellett vállalni, és hát utólag sem bántam meg. Milyen volt úgy külügyminiszternek lenni, hogy a világ érdeklődött irántunk, hogy örömmel fogadtak ugyanúgy Washingtonba, mint a környező országba, Moszkvába is, meg mindenhol. Igen, hát ez ha nem is volt teljesen meglepő, mert hát már 89-ben a világ hősei voltunk a lengyelekkel együtt, de mindenképpen nem csak jól esett, nem személyesen, hanem úgy láttam, hogy az országokat megbecsülik, ugyanakkor ez egy nagy felelősség volt megőrizni ezt, mert tudtuk, hogy a hírek azok futnak, új események jönnek, új hősök jönnek, úgyhogy ebből profitálni, ebből felépíteni azt, hogy Magyarország a nyugati demokratikus közösség megbecsült tagja legyen. Ráadásul 90-ben még joggal mondtuk, hogy hát egy kis ország vagyunk, hiszen gyakorlatilag minden, Ausztriát leszámítva, valamennyi szomszédunk népességben, gazdaságerőben, és mondhatnán katonai erőben is jóval nagyobb volt, erősebb volt. Azután a miniszterségem alatt ugye három szomszédunk eléggé mesterségesen létrehozott föderális államok felbomlottak, és így már sokkal inkább egyenrangúak lettünk. Itt Csehoszlovákiára gondolsz? Igen, Jugoszláviára is, hát ugye a Szovjetunióra. Igen. Minden esetre a célunk nyilván nem az volt, hogy itt valamiféle revansot vegyünk Trianonért, mert ennek a realitásával tisztában kellett lenni, ez lehetetlen, de az nem tűnt egyáltalán lehetetlennek, éppen építve a jobb, a velünk szembeni szimpátiára, a jó szándékra, hogy támogassák Magyarországot abban a törekvésében, amit én kicsit Izraelhez rokonítanék. Amikor ugye Izraelben voltam 92. januárjában, akkor Rabin volt a miniszterelnök, Perez volt a külügyminiszter, és megtisztelő módon hosszan beszélgettek velem. Arról a koncepcióról. Igen, ott sajnos nem tolmácsolhattam, hisz mindenki anyanyelvi szinten beszélt angolul. Igen, hát szóval egy olyan koncepciót vázoltak föl, ami az egész Közel-Keletet békéssé és virágzóvá tette volna. Itt volt a példa. Izrael mit ért el? Az izraeli állam. Munkával, kemény munkával, szorgalommal, kezdve a kibucoktól, azok nagy üzemekig, amelyek termelik a jól eladható gyümölcsöket, más értékeket. Ez az egész arab világ számára fölkínálkozott, ezt Rabin fölkínálta. Sajnos nem volt módja végrehajtani, és nem csak a merénylet miatt, hanem ugye a partner ott is hiányzott. Magyarország esetében az a hasonlóság, hogy mi is le kellett mondanunk területünk, egykori területünk egy részéről, de a békéért és az emberi jogokért cserébe. Tehát Magyarország elfogadja a fennálló határokat, ezt többször leszögeztük 90 óta, de ragaszkodik ahhoz, hogy akkor már ott nem három lakosság. Magyar lakosságnak jogai legyenek. És még egy vonatkozásban láttam akkor is, és ma is a párhuzamot Izrael és Magyarország között. Ezt nekem izraeli emberek mondták nekem akkor, hogy megértjük mi Magyarországnak a felelősségét a határon túlra került magyarokkal szemben. Annyi a különbség, hogy akkor azt mondták, hogy Izraelben van 5 millió zsidó, és a világban 10 millió, Magyarországon van 10 millió magyar, és a határon túl, ha nem is 5, de majdnem 5 millió magyar. Úgyhogy tehát ilyen alapon is számomra rendkívül rokonszenves volt ez a hasonlat, és hát ilyen alapon is persze nagyon becsültem Izrael teljesítményét, és ha nem veszik rossz néven, és nem értik félre, Izraelt is én Magyarország egyik utódállamának tekintem. És pedig. Hát ugye azért, mert ma Kárpátalján már nem egészen 150 ezer magyar tudatú, magyar anyanyelvű van. Izraelben pedig legalább ennyi, ha nem is magyar tudatú, de részben magyar tudatú, magyar anyanyelvű, magyar kultúrális. Talán már többen. Talán többen is, igen. Szóval, és ugye ők megértik a magyar kérdéseket, akármilyen szörnyű, fájdalmas seb van érthető módon bennük, de nem halványította el azokat a magyar kultúra iránti szeretetet, ami kialakult az őseikben, a felmenőikben. Tehát Magyarország számára Izrael az nem is fizikai szomszéd, de egy lelki szomszéd. Ugorjunk egy nagyot. Mit szólsz ahhoz, hogy az MDF árvái pártot alapítottak? Gémesivel az élén, igen. Hát én nagyon
szomorúan tapasztaltam, éltem meg azt, hogy az MDF lehanyatlott. Ugye ennek volt egy ilyen kis epizódja, és ezt ma is fölhánytorgatják, hogy 96-ban az MDF ketté vált. Erre már kevesen emlékeznek. Az a szárnya, amely Antal József eszméjéhez igyekezett hű lenni, aki a világot azt hiszem, hogy jobban értette, mint a másik szárny, mint a Lezsák Sándor által vezetett szárny, egy bizonyos incidensek és hangulat hatására 96-ban úgy látta, hogy egy pártban nem tudunk megmaradni, és egy másik pártot, új pártot hozunk létre. Ez az ilyen jellegű szakadás megtörtént a lengyel szolidaritásban, megtörtént a cseh polgári fórumban, tehát egyáltalán nem volt precedens nélküli. Azoknak sikeresebb volt a fennmaradásuk ezeknek a pártoknak. Lengyelországban hosszú ideig kormánypárt, most ellenzékben levő polgári fórum is ennek az MDF mondjuk polgári antallista szárnyához hasonló szerveződés. Tehát mi 96-ban megalakítottuk a Magyar Demokrata Néppártot. 98-ban nem kerültünk be az országgyűlésbe, mert aki a horkormány mondjuk távozását kívánta, az azt látta, hogy Orbánra kell szavazni, se Fideszre. De az MDF Dávid Ibolya irányítás alatt azért visszatérőben volt Antal felfogásához, úgyhogy én informális tanácsadója is voltam, és drukkoltam neki. Aztán hát sokok miatt Orbán Viktort is meg lehet kérdezni, hogy minek köszönhető, hogy az MDF eltűnt, úgyhogy az MDF eltűnt, de annak a gondolkodásnak, ami az MDF-et jellemezte, amit Antal József össze. És gondolod, hogy része volt Orbán Viktornak az MDF eltűnésében? Ez nem kétséges, hogy hát én nem is vetnék követ, vagy Orbán. Ilyen hát a politika. Minden. Hisz ez a politika, persze a riválisokat, ugye azokat vagy be kell olvasztani, vagy meg kell semmisíteni. És ez egy éppen ez a szétválás. Vagy meg kell próbálni, aztán van, amikor sikerül, van, amikor... Így van, igen, igen. Hát ugye ezért elég sok MDF-es politikus részben, akár még az MDNP-ből is a Orbán kormány, vagy az Orbán pártjában is kötött ki, de hát azért nagyon sokan nem. És különösen hát azt látható, hogy Gémesi György is egy hiteles MDF-es politikus, ugye ő Gödöllőnek a rendszerváltozás óta sikeres, becsült polgármestere. 7 alkalommal választották, ugyan sikeres sportoló, sikeres orvos, tehát bármihez nyúl, mindig igen, sikeres. Igen. Tehát én azt gondolom, most hogy... Most pártot alapított, vajon ebbe is sikeres lesz? Hát nagyon nehéz dolog lesz, és én drukkolok neki, mint drukkolok másoknak is, én azt gondolom, hogy nagyon nagy szükség volna. Kinek drukkolsz még rajta kívül? Hát tehát nem kérdezem meg, hogy kire fog szavazni, hát megnézzük, hogy kinek drukkolsz, és abból kibarlók. Én drukkolok minden, adhatnám azt, hogy demokratikus, atlantista, középutas pártnak, amely mentes a szélsőségektől, és amely mentes a baloldaltól. Nekem én soha nem tekintettem magamat jobb oldalénak, Antal sem. Antal 89-ben, amikor megválasztották az elnöknek, azt mondta, az MDF legyen középpárt. És a konzervatív. Igen, jobb közép, bal közép. Ennek a két irányzatnak a váltógazdasága. Antal nem akarta bebetolozni az MDF-et, ő meggyőződéses híve volt bizonyos értelemben az angol-amerikai demokráciának, ahol ez a kétpártiság. Igen, de hát azért ezt nem sikerült elérni. Hát ez nem sikerült elérni, ennek sok oka van. Én nem is azt szoktam mondani, és nem azt gondolom, hogy ha nem hal meg Antal 93. december 12-én, hanem ha nem beteg, ha nem támadja meg a miniszterelnök kinevezés pillanatában ez a betegség, a non-Hodgkin limfóma, akkor ő másképp csinálta volna végig azt az időszakot. Akkor több ideje lett volna mondjuk a gazdasággal is foglalkozni, vagy az antitalentum volt? Nem volt antitalentum, egyáltalán nem. Én kormányülések... Idegesítette a gazdasággal hát ugye, foglalkozást. Ő először is egy miniszterelnöknek, sőt, akár mondhatom, hogy egy miniszternek nem szakpolitikusnak kell lenni, hanem politikai víziója legyen, és tudjon vezetni, és tudjon irányítani. Most Antal minden tárcát olyanokra bízott, akik nem csak politikailag bízott, hanem akinek megvolt az affinitása a területhez. A gazdaságban, ugye itt Kádár Béla és korábban Rabár volt, sajnos ugye, ha két tudás van egy csárdában, mondjuk a gazdaságnak van két vezetője, az nem működik. Ugye ráadásul ott volt Bot Péter, mint ipari miniszter,
Tehát itt volt pénzügyminiszter, volt nemzetközi gazdasági miniszter és ipari miniszter. Na most, ha ez a három ember harmóniában, és azt a későbbi utódaik lehet, hogy azért helyes azt, amit ma az Orbán kormány csinál, hogy egy gazdasági miniszter van és kész? Hát azt gondolom, ebben én ugye nem vagyok igazán szakértő, én inkább történészként mondom, hogy pénzügyminiszterre szükség van. 1848 óta van Magyarországnak pénzügyminisztere, és gazdasági miniszterre, bárhogyan is nevezzük, szükség van, ugye akkor is a Kossuth pénzügyminiszternek. És a külügyminiszternek akkor külgazdasági miniszternek is kell lenni? Én ezzel nem értek egyet. Az, hogy a külpolitika az nem csak ma, hanem korábban is foglalkozik gazdasággal, az törvényszerű és szükséges. És ugye engem bizonyos szempontból fölmentett a gazdasági kérdések alól az, hogy volt Kádár Béla szemeiben egy külgazdaságinak is mondható miniszter, de ennek a fontosságát én vallottam, és amikor a nagy viták is voltak, hogy a korábbi kereskedelmi képviseletek és a külképviseletek egyesüljenek, integrálódjanak, ezt Kádár Béla nem nagyon támogatta, de kormányhatározat volt erről. Én mindig azt mondtam, hogy én nagyon jól el tudom képzelni, hogy egyes nagykövetek azok gazdasági szakemberek legyenek, akár éppen a kereskedelmi képviseletek korábbi vezetői, tehát sok országban nagyon hasznos lehet. Egyébként a londoni nagykövetünk, Antal Péter Tibor, kitűnő nagykövetnek bizonyult, ő korábban a kereskedelmi képviseletet vezette. Tehát az, hogy a gazdaság szempont ott legyen a külpolitikában, azzal messze menőkig egyetértek. De akár csak hagyomány tiszteletből is lehet egy külügyminisztériumot hozzátenni, hogy külügy és gazdaság, külkereskedelmi, például Ausztráliában is így van. De hát azért ezt a patinás elnevezést azért kár volt feladni. Egyébként az is sokat mond, hogy a magyar mai külgazdaság és külügyminisztérium hivatalos angol és német neve, az Foreign Ministry and Außenministerium, és utána csak. Tehát ez is egy ilyen játszma, belpolitikai játszma, aminek lehet, hogy van belpolitikai hozadéka, nem ez a legnagyobb baj egyébként persze. Mit szóltál akkor, amikor az Orbán kormány felkért nagykövetnek? Örömmel tettem ennek eleget, sok okból, többek között azért, mert bennem mindig volt egy szolgálat. A miniszter a szolga, ugye, ha lefordítjuk pontosan, és mondhatnánk azt, hogy miután valaki az Egyesült Államokban képviselte Magyarországot, akkor annál már magasabb nem lehet. Hát egyébként nem precedens nélkül, hogy egy volt külügyminiszter nagykövet, hiszen Washingtonban számos kollégám volt korábban külügyminiszter, és többek között a norvég nagykövet korábban külügyminiszter volt, Knut Vollebæk, aztán a kisebbségi főbiztos lett, hogy nem utolsó sorban Norvégia mellett szól szememben az, hogy egy rokonszenves ország, egy prosperáló ország. Sokat tanulhatunk tőle. Szociálisan is nagyon mondjuk példaszerű ország, mint evangélikusnak, evangélikus ország. És Vollebæk norvégként volt a kisebbségi kérdését felelős az Európai Biztonsági Szervezetben, úgyhogy tudtam, hogy Hollandiában van a munkahelye, de Norvégiában él, úgyhogy még közelebb kerülök a korábbi már washingtoni barátomhoz, éppen a kisebbségi probléma miatt. Nehéz volt végül is meghozni a döntést, hogy te nem értesz egyet a kormánynak a hozzáállásával a norvég alaphoz, a civilekhez, hogy akkor veszem a kalapom és megyek? Hát erkölcsi okok voltak. Én azt mondtam, hogy... Volt már ilyen a történelemben, hisz te egy történész vagy, hogy nem, egy nagykövet erkölcsi hogy, okok miatt... Hogyne, hát azért volt egyrészt 1947-ben, amikor Nagy Ferenc miniszterelnököt eltávolították a kommunisták a miniszterelnöki posztból zsarolással, akkor tiltakozásként az akkori washingtoni nagykövet, akkor csak követ volt, majd akkor még nem nagykövetnek nevezték, Szegedi Maszák Radár washingtoni, Bede István londoni, és nem emlékszem, hogy ki volt akkor svédországi követünk, egyszerre lemondtak nemzetközi sajtóértekezleten. Mondták, hogy már Magyarország ezek után nem tekinthető egy demokráciának, ők pedig azt akarták szolgálni. És ők visszatértek Magyarországra? Nem, hát akkor a börtön várta volna őket, menedékjogot kértek és kaptak. De úgy tudom, hogy volt egy Tömpe nevű magyar nagykövet már a kommunista korszakban, aki a csehszlovákiai invázió és abban való magyar részvétel után lemondott. Tehát
a modern magyar történelemben nem precedens. 40 perce beszélgetünk, és én még mindig szeretnék most egy picit, csak másodpercekig bulvár lenni. Ha emlékszel rá, hogy fölhívtad telefonon a miniszterelnököt, vagy a külügyminisztert, és mondtad, hogy gyerekek, köszönöm, ebből nekem elég, vagy csak leveled megírtad? Hát én tettem kísérletet, hogy elmagyarázom, hogy miért helytelen ez a magatartás. Lázár akkor már miniszter volt, nem kaptam miről választ, egyik államtitkár helyettese meghallgatott, és azt hiszem, hogy el is fogadta az én érveimet, de nem tudta meggyőzni a minisztert, nem tudom, hogy kapott erre egyáltalán lehetőséget, és akkor éppen Navracsics volt átmenetileg a külügyminiszter, én neki írott levélben fejtettem ki, hogy miért nem tudom képviselni tovább Magyarországot. A norvégiai partnereim elé nem állhattam volna azzal, hogy... Tehát hogy fogadta Navracsics ezt a levelet? Megértéssel. Úgyhogy nem próbált marasztalni. Egyetértéssel, és mondta, hogy Gézám, jó, nagyon köszönjük, sajnálom. Hát körülbelül így, igen, körülbelül így személyesen. És hát még az eset nagyon jól viszont, hogy a norvég partnereim ezt nagyon sokra tartották, és nagyon elhalmoztak megbecsülésük jeleivel. És hát így kucsut mondtam, még arról is kell beszélni, ha bulvár vagy nem bulvár, hogy nem azért mentem Norvégiába, mert szeretem a sísportot, de nagyon szeretem az északi sísport mindkét ágát, a lesiklást is, meg a sífutást is, és Norvégiában. Tehát egy telet így már kihagytam, mert hát, de hát ugye ez nem szempont. Azóta sikerült találkoznod Orbán Viktor miniszterelnökkel? Egy fogadáson futólag, úgyhogy beszélgetni nem. És ha már erről van szó, én azt sajnálom, hogy én Washingtonból hazatérve szerettem volna beszélni vele az amerikai-magyar kapcsolatokról, és ő erre nem tartott igényt. Meddig voltál Washingtonban? 4 évig voltam, több mint 4 évig. Úgyhogy én Orbánt akkor egy nagyon ígéretes politikusnak láttam, és nagyon jól fogadták. Akkor Amerikában. Viszont oldjuk meg ezt a problémát. Itt van egy kamera, adásainkat, nem csak a sajtófigyelők, és nem csak az a közel 1,5 millió otthon, ahol foghatók vagyunk, figyelik, határon innen és határon túl, itt a külföldi diaszpórára gondolok, nem a történelmi Magyarország területére csak. Mik lettek volna azok a legfontosabb pontok, amiket ha akkor sikerül elmondani Orbán Viktornak, akkor ma másképp állunk az amerikai kapcsolatainkkal? Hát ugye az, hogy elmondani, az egy dolog, és hogy meghallgatni. Én nem tudom, hogy Orbán Viktor... Dolgoztam vele, és amikor hallgat, akkor ő nagyon odafigyel. Igen, rám is odafigyelt. Eljut az mélyen. Hogyne, hát én azért folytattam vele beszélgetéseket. Még ez 2002 nyarán, amikor ő már elvesztette a választást, de egy nemzetközi politikai konferencia alkalmából Washingtonban volt, és én még ott voltam, akkor ő vele és hát a másokkal együtt hosszabban beszélgettünk, de ezt kellett volna folytatni. Szóval én, nekem meggyőződésem, hogy Magyarország számára az atlantizmus ezen belülnek vezetőre, az Egyesült Államok rendkívül fontos, és kell hallgatni, akár a bírálatokra is. Tulajdonképpen volt később. Azért választott a külügyi bizottság elnöknek Németh Zsoltot, hisz ő egy atlanti, elkötelezett atlantista, és azért választotta Szemernyi Rékát is nagykövetnek, mert ő úgy szintén ezen a vonalon jár. Igen, de hát ugye a magyar politika mennyire atlantista, ugye ő... Hát nem nagyon. Igen, hát ugye ő, én azt tartom itt a legnagyobb bajnok, nem is az, hogy most a magyar külpolitikát, hiszen a NATO-ban tagok vagyunk, részt veszünk NATO akcióban, hanem amit én már 2000-es évek elején tapasztaltam, és azóta sokkal inkább egészen a mondjuk a legutóbbi amerikai választásokig, hogy a magyar társadalmat sikerült, egy részét legalábbis sikerült amerikai ellenessé tenni. Hiszen a kommunista korszakban Magyarországon is, meg a többi országon is, Amerika volt a legnépszerűbb ország. Nem azért, mert jól ismertük, de nem is azért, mert nem ismertük. És sikerült a magyar társadalomban egy olyan fokú bizalmatlanságot és ellenszenvet kialakítani egyrészt Egyesült Államokkal szemben, de tulajdonképpen még Nyugat-Európával szemben is, hogy Putyin a népszerű, legalábbis egyes körülben. Hát talán ez most már változik. Hát ugye nem tudom, de ugye engem sokan azt hiszik, hogy hát én valami Amerika barát vagyok. Nem, hát én Amerikát becsülöm, Amerikának a hibáit is azt hiszem, hogy ismerem, és éppen azért tartom nagyon fontosnak, hogy
hogy nekünk minél több barátunk legyen. És a trianoni trauma orvoslására is csak akkor van esélyünk, egyedül nem megyünk semmire. Ezt egy szélső jobboldali publicista hirdette a 30-as években, hogy egyedül vagyunk, Olá György. Hát nem vagyunk egyedül, de ha elszigeteljük magunkat, ha mindenkivel összeveszünk, akkor egyedül leszünk. Még ma is, amikor az Amerikai Egyesült Államok egy új elnököt választott, és ma már tudjuk, nagyjából feltételezzük ki ő, még mindig látsz reményt arra, hogyha most beszélgetnél Orbán Viktorral, akkor meg tudnád győzni, és gyorsabban elérnénk azt, amit el kéne érjünk? Hát ha erre módom lenne, akkor azt mondanám, hogy nem szabad egy emberre tenni, Trumpra sem. Legyünk jóba, persze, mindenkor amerikai elnökkel, de az amerikai politikát, mindkét pártot kell ismerni, mindkét párttal kell ápolni a kapcsolatokat. Nem szabad egy pártra tenni, mert ma ez győz, holnap az győz. Sokan nem veszik biztosra, hogy Trump kihúzza 4 évig, pláne, hogy 8 évig, hogy másodszor. Hogy állsz az amerikai demokrácia exporthoz? Ennek is, ez is itt a magyar társadalomban sikerült elhinteni, hogy ez valami szörnyűség. Persze, demokráciát erővel nem lehet exportálni. A demokrácia lehetőségét lehet és bizonyos értelemben kell exportálni. Nem feltétlenül a háborúval, sőt elsősorban nem a háborúval, hanem példával. De a diktatúrák eltakarítása önmagában véve az nem, hogy rossz, hanem ez jó volt. Sajnos nem számoltak azzal, hogy Irak az nem egy egységes állam. Legalább 3 egymást sajnos feneketlenül utáló csoport van, ugye síiták, szuniták és a kurdok. Tehát minimálisan ezt a 3 egységet kellett volna elismerni, őt elismertetni. És ugye ez Afganisztánban. Tehát az amerikai külpolitika utolsó 15 évének mondjuk az úgymond kudarcai, azok hibákból fakadnak, de nem az alapelvek hibáiból. Ezeknek a megbeszélésére, hogyha tehetjük, visszahívunk téged. Ebben a mai műsorban megpróbáltunk inkább rád összpontosítani, megtudni, hogy ki is tulajdonképpen dr. Jeszenszky Géza történész, és milyen volt az útja, és én meg vagyok győződve, hogy adásunkat valaki csak figyeli a miniszterelnöki hivatalból, és hamarosan egy kávéra Orbán Viktor meghív. Én is örülnék ennek. Hisz soha nem késő, és valamikor jó kollégák, jó barátok voltatok, és egy történésztől mindig lehet tanulni. Kedves nézőim, az elmúlt bő 50 percben dr. Jeszenszky Géza történész, a külügyminiszter, a leköszönt nagykövet volt stúdiónk vendége. Megpróbáltuk megtudni tőle, hogy lett a diákból külügyminiszter, azt már tudjuk, hogy könyveket is írt, abból egyet be is mutattunk, amit próbáljanak megkeresni és elolvasni, és utána próbálják a mindennapi életben alkalmazni is. Köszönjük, hogy rendelkezésünkre állt. Kedves nézőim, eddig tartott 7 órás vendég című műsorunk, velem legközelebb, holnap reggel a Pirkadatba, politikai magazinunkba találkoznak, 5 óra 50 percig, addig is érezzék jól magukat, ne felejtsék, a Heti TV-vel kellünk, és a Heti TV-vel térünk nyugovóra, a viszontlátásra.